Amióta Ben Affleckkel kezdett rendezni, karrierreneszánszon ment keresztül. Színészileg is sokat fejlődött, rendezőként pedig parádésan teljesít. Imádtam a Hideg nyomont, a Tolvajok városát és az Argo akciót is, így vártam a következő szintén férfias kriminek ígérkező művét. A sok negatív visszajelzés miatt kicsit elkezdtem aggódni, de látnom kellett a filmet. Az eredmény pedig... nos, elég vegyes. Joe Coughlin, az első világháborút megjárt veterán, hazaérkezik Bostonba és rablásokból tartja fenn magát. Beleszeret a helyi maffia főnök nőjébe, aki nyilván ezért ki akarja nyírni. Joe el tud menekülni és az olasz maffiának kezd dolgozni Floridában, ahol felvirágoztatja a szeszcsempészetet, ám több frontról érkeznek ellenlábasai, így nem könnyű fenntartani a rendet. Mielőtt belekezdenék, ki is térnék a lényegre, az éjszaka törvénye közel sem olyan rossz, mint ahogy egyesek lehordták. Számos remek pillanata van, kifejezetten szórakoztató és szikár, viszont Affleck elkövetett néhány olyan hibát, amiket eddig nem, de erről kicsit később. A cselekmény első fele tetszett, ami a laza gangsterfilmes alapokból táplálkozó sztori körvonalazódott, amiről látszott, hogy nem túl innovatív, mégis viszi a lendület és leköti az embert. Aztán Joe börtönbe kerül, helyben hagyják és mehet Tampába. Itt követi el Affleck az első hibát, túl zsúfolttá teszi a cselekményt. A 3 börtönévre elmegy kb. 15 másodperc, a szesz birodalom felépítésére 5 perc, a Ku Klux Klán kisöprésére szintén, és még sorolhatnám. Nincs idő kibontani semmit, a karakterek nem elég árnyaltak, és nem tudjuk meg mi miért történik, csak úgy megtörténik. Joe is kifejezetten felemás karakter, ami nem lenne baj, csak mégis valahogy túl tisztának tűnik, holott nagyon nem az. A legnagyobb bajom mégis a párbeszédekkel volt. Affleck marha jó dolgokat tud írni, de most olyan közhelyes szövegeket hozott össze, amiket milliószor hallottunk már. Ezeket csak az veszi be, aki még nem látott egy gangsterfilmet se, és zabálja az Oravec meg Lakatos Levente szarságokat. A csúcs az volt, amikor aktuál politikai fricskaként Joe az üzletember képébe vágja, hogy a feketék és a bevándorlók nélkül sehol nem lenne az ország. Értem én, aktuális, értem, igaza van. De megint miért kell ezt a Trumpos szart belevinni egy 20-as évekbe játszódó moziba? Oké, azt akarja szemléltetni, hogy a világ nem változott túl sokat azóta sem, de valahogy ez most rohadtul nem illett ide. Ezek alapján úgy tűnt, hogy én utáltam a filmet, de nem véletlenül mondtam az elején, hogy közel sem olyan rossz a helyzet. Igen, sok a hiba, és nagyon bosszantó, de az éjszaka törvénye a közhelyi ellenére is korrekt. Végig képes volt lekötni, a hangulata abszolút rendben van, Affleck pedig tud meglepetést okozni pozitívan is. Egyes jeleneteknél meg tudott lepni, az akciók kiválóak, főleg a szállodai leszámolás, és megvan benne az eddigi filmjei stílusa, csak az akár, hogy nem végig. Nem tudom, mi lehet Ben barátunkkal, de nem túl bíztató, hogy új filmje nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, ráadásul a közelgő Batman mozi rendezői teendőit sem ő fogja ellátni, amit nagyon sajnálok. Remélem összeszedi magát, mert továbbra is tehetséges direktor, és az éjszaka törvénye sem egy bűnrossz film, csak az arányokat elmérte, és lehet, hogy nem egyedül kellett volna írni a forgatókönyvet. Aki látott már 2-nél több gangsterfilmet, annak túl sok újdonsággal nem fog szolgálni a film, és kifejezetten bosszantó, mert ebbe az alapanyagba több volt. Mástól nem lenne ilyen fájó, mert egyszer simán nézhető, de attól, aki egy hideg nyomont, meg egy tolvajok városát összehozott, na tőle ez kevés. Én ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel, és természetesen írd meg a véleményed kommentben a filmről. Én pedig azt hiszem leveszem ezt a szart, mert hasonlóan, mint Ben Afflecknek, nekem sem áll jól. Aztán legközelebb találkozunk. Csát!